Szia, gondoltam, megkérdezem a te véleményedet is, ugyanis egy elég érdekes problémába futottam itt Windows 11 alatt, méghozzá a következőbe. 2-3 nappal ezelőtt feltelepítettem és megpróbáltam játszani a jó pár éves Dead Island nevű játékot. Hát ennek az lett a vége, hogy kék halálozott a gép egymás után 4-szer, ahányszor újraindult a gép, elindítottam a játékot, játszottam kb. 5 percet és kék halál. Aztán most jelen pillanatban megpróbáltam számodra egy ilyen gameplayesebb tartalmat készíteni, méghozzá úgy, hogy az OBS-sel rögzítettem volna a Euro Truck Simulator 2 alatti gameplayt, közben pedig ugye szabad agymenés. Na ennek az lett a vége, hogy fogta magát a kép és ugyanezt a metódust, hogy újraindítod, elindítod a Steam-et, elindítod az OBS-t, elindítod a játékot, elindul a felvétel, megy 5 percig, majd kék halál, kék halál, kék halál. És ebben az egészben az az érdekes, hogy a Dead Island tökéletesen kék halálozás, lefagyás, akadás, mikrolag és hiba nélkül fut Linux Mint, Kubuntu és Debian alatt is. Na most pont azért, mivel most pár napja, pontosabban 2 napja Debian testinget kezdtem el használni, inkább visszarakom a Linux Mintet, és kipróbálom, hogy vajon, ha ott indítom el a Euro Truck Simulator 2-t, illetve az OBS-t, és készítek egy gameplay videót, akkor vajon lesz-e gépfagyás, leállás, játék felborulása vagy sem, ugyanis nagyon úgy néz ki, hogy jelen pillanatban, nem tudom, ti tapasztaltatok-e ilyesmit, de hogy régebbi játékokkal bizony akadnak problémái a Windows 11-nek. És most hozzá kell tenni, hogy minden driver és frissítés és a többi fent van, szóval azzal nem lehet probléma. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom a véleményeteket, ti tapasztaltatok-e ilyesmit az utóbbi időben Windows 11 alatt, hogy nem a mai 3-as játékokat futtatva van kék halálatok, hanem mondjuk egy 8-10 éves játékot futtatva. Köszönöm a figyelmet, további szép napot, szia!